sportosat. Híradónk vendége Bíró Szabolcs, az Újpest egykori kapusa, a Monor kapus edzője. Jól áll a Monor, gratulálok, már 8. helyen áll. Köszönöm. Ott volt még, nem is a régen, még a tabella végén, ott kullogott egy ponttal, most megint nyertetek. Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket. Hát igen, ugye a múltkori adásban mondtad, hogy mindenkitől kikaptunk, vagy kikapunk, hát mondtam, hogy még azért nem. És hát most 3 győzelem zsinórba. Reméljük, most ez már így marad egy darabig. Megtáltosodtatok. Nem megtáltosodtunk, hanem szerintem én, ahogy látom, elkezdték a fiúk megérteni azt a fajta kicsit újszerű taktikát, amit a vezetőedző szeretne játszatni, ami szerintem nagyon jó felé megy, és most már igen, egyre többen. Tehát most már azt mondom, hogy a csapat jó 80%-a érti, hogy miről is van szó, és azon túlmenően, hogy érti, meg is tudják csinálni. Na, szuper. Újpest szurkolók is azt hitték, hogy magára talált az Újpest, erre most megint botadozik. Most hazai pályán kapott ki az MTK-tól. Hát ilyen van. Ez ugye egy ilyen, lehet mondani, ősi rangadónak. Egyszer így, egyszer úgy. Most sajnos az Újpest kapott ki, lehet, hogy a következőn az Újpest nyer. Benne van ebben az Újpestben? Szerintem abszolút. Abszolút. Most véleményem szerint valamivel jobban néznek, nyilván nem most, hanem pár héttel ezelőttig jobban néznek ki, mint mondjuk tavaly a legtöbbször, de hát vannak ilyen hullámvölgyek is egy csapat életében. De hát tudod, hová mennek szombaton? Debrecenbe. Igen, hát most megint tudunk oda térni, hogy nyilván most a Debrecen jó formában van, bár ugye most ők is kikaptak Diósgyőrbe, de amit már ezerszer elmondtunk, hogy ebbe a 12 csapatos bajnokságba gyakorlatilag majdnem, hogy mindenki legyőzhet mindenkit, igen, és ki is kaphat. Lázd, Kecskemét, Mezőkövesd. Pont ugye, ezt akartam mondani, igen. Bár nem láttam azt a meccset, elég érdekes kommenteket írtak róla, de miután nem láttam, így nem tudok nyilatkozni. Kapusedző vagy, kapus igen. Voltál. Nem tudom kihagyni, hogy mit szólsz itt a Fehérvár-Zalaegerszeg mérkőzéshez, és itt a Senko Zsombor védéséhez. Szegény vezetőedző Boyer Gábor próbálta minden dühét ugye Senkóra rázódítani, főleg a harmadik gól után, de a kapus hát ott fordított neki. Hát igen, magát ezt a vége jelenetet nem láttam, mert egy időben játszottunk mi is. Mondjuk aztán ugye nyilván most visszanéztem a gólt is, meg még ott gyorsan este belenéztem, mert hallottam, hogy mik történtek. Hát ez nem volt egy szimpatikus mozdulat a kapustól, ez nyilvánvaló. Akármit is gondolt, mint ahogy ha egy kicsit régebbre visszamegyünk, ugye ő csinálta azt a kivétel kisfiúnak a rávezetett lövését egy középkezdésnél. Aha. Az sem volt túl szimpatikus. Nyilván akkor azt hiszem azt nyilatkozta, hogy ő ezt azért védte ki, mert ő profi. Hát akkor én azt gondolom, hogy az élet minden területén profinak kellene lenni. Visszatérve a gólra... Mennyire volt profi megmozdulása a harmadik gólnál? Hát ez nem igazából most így nem erre kiélezve, hogy ő mennyire profi vagy nem. Jó, csak... Itt több olyan dolog is összejátszott igazából. Ugye először, ami volt az első labda, ami tulajdonképpen az égből esett le, tehát nem volt egy keményen belőtt labda, ami ugye klasszikusan azt szokták mondani, hogy be a tömegbe, aztán el kell öklözni. Ez volt az egyik, hogy nem értettem ráadásul az ő termetével, magasságával, hogy miért nem fogta meg. A másik az, hogy igazából körülötte csak a saját játékosai voltak, szerintem 5 méteres körzetben nem volt videóton játékos, és aztán ugye szerencsétlenségére a második beadást is rosszul találta el ököllel, azt meg pont a videótonos játékos fejére ütötte, és hát onnantól már menthetetlen volt a helyzet. Nyilván ilyenkor aztán minden az ember ellen játszik. Szóval szerintem ez hát most azon túlmenően, hogy nyilván, hogy az öklözés, a két öklözés azt nevezhetjük egy technikai hibának, vagy kivitelezésnek. Itt szerintem inkább a fejben dőltek el a dolgok, hogy most ennek mi az oka, hogy miért nem tudott koncentrálni, vagy,
vagy miért nem tudott úgy együtt élni a játékkal, ahogy ezt egy ilyen kiélezett mérkőzésen kell, ezt nem tudjuk innen megmondani. Pedig a Juventusnál volt? Igen, ott nevelkedett. Hány évet? Nem tudom pontosan megmondani, de szerintem minimum 2-3-at biztos, de lehet, hogy többet. És akkor hazajött Olaszországból. Így van, hazajött Olaszországból. Nem talált csapatot magának, vagy? Nem tudom, hát gondolom nagyon jó menedzsere, vagy menedzserei lehetnek. Amikor hazajött, amennyit én tudok róla, és nyilván nem követtem szorosan a pályafutását, lekerült Diósgyőrbe, ott azt hiszem talán egy fél évet volt, de lehet, hogy egy évet, és akkor most került át Zalaegerszegre. És akkor most ott boldogítja Boér Gábor életét. Hát most nem annyira. Milyen érdekes. Tehát Olaszország, Juventus. Az ember azt hinné, hogy ha valaki haza is jön, akkor egy profi játékos jön haza. Hát elvileg ez lenne az alapvető, vagy az alapvetés, de hát, hogy aztán kint mi történik, vagy hogyan, tehát milyen körülmények közt jön haza, tehát, hogy most konkrétan mondjuk ki, hogy eltanácsolják, vagy csak elengedik, hogy védjen valahol, és rajta tartják a szemüket, hogy mert ugye több ilyen van, például a horvát Krisztofer is a Kecskemétnél, ugye Torino játékosa tulajdonképpen, de vele mindig én úgy tudom, hogy most is élő szerződése van, csak kölcsön adták, hogy játszon. Na most ezt nem tudjuk ebben az esetben, nyilván utána lehetne járni. Mindegy. Hát. Nem tudjuk, mi történt kint. Nyilván szokták mondani, hogy messziről jött ember, azt mond, amit akar, de hát azért ugye azért amilyen nagy, olyan szűkös ez a labdarúgó világ, itt azért előbb-utóbb nyilván kiderülnek dolgok, általában inkább utóbb, de van, mikor már előhíre is van. Azért kíváncsi vagyok, hogy hétvégén Boér Gábor kitállít be majd a kapuba, azért ez egy nagy kérdés lesz. Hát én azt gondolom, hogy nem őt. Mindentől függetlenül. Tehát most nem nézett ki jól ez a nem csak ez a harmadik gól, hanem amennyit így összefoglalóból le lehetett venni, nyilván vannak hosszabb, rövidebb összefoglalók, úgy az egész, az összkép nem nézett ki jól. Akkor nem tud, mi lesz jövője, akár csak Bogdán Ádámnak nem tud. Most nagyon úgy néz ki, hogy kész, hogy a Ferencvárostól eljött, ugye lejárt a szerződése. Hát én úgy tudom. Nem akarja Monor leigazolni? Ádám, de. Jut eszembe, hoppát. Igen. Igen, majd teszek lépéseket holnap, most így, hogy mondod. Hát, és mellette nyugodtan tudna építeni civil életét, hiszen ő most már azért ebben gondolkodik, hogy civil életet hol és hogyan kezdje el, és még nem döntött el, hogy most hát erről nem beszéltünk, én mikor legutóbb beszéltem vele nyár elején, akkor még volt 2-3 csapat a képben, amit ő mondott. Nyilván ez most arra kiderült, hogy egyik sem. Én úgy tudom, hogy jelen pillanatban sincs csapata, legalábbis nem hallottam. Amit viszont hallottam, hogy elkezdett egy kapusedzői tanfolyamot itt Magyarországon, aminek most ezt most csak pletyka szintjén hallottam, de valószínűleg így van, aminek most egy ilyen projektmunka részét végzi kint Hollandiában, azt hiszem az Ajaxnál. De hogy aztán utána mik a tervei, azt nem tudom. Na, csak egy ötlet volt. Jó, hát figyelj, holnap reggel teszek lépéseket, hátha. Mert ugye karrierje hogy indult? Fáj utca. Vecsés, igen. És ugye ott nem kellett, igen. Nem játszott. És hová ment? Vecsésre. Így van. Szomszéd pálya. Hát helyjel közel, igen. És ugye onnan ment kezdtem majd külföldre, tehát ugye igen. Levezetésképpen Monor pontosan beleillene az ő sportpályafutásába. Igen. Ez csak egy kósza ötlet volt. Jó, meglátjuk. Hát igen. Szóval akkor nem tudni, mi lesz Gulácsival, hogy lesz szerinted, ennyi kihagyás után, mert most már az a hír jár, most már rendesen edz, rendben van, a csapattal edz, most már minden oké, de hát egy év, ugye? Hát szerintem picivel lehet még több is, mint egy év. Mit gondolsz, ez mennyire határozza meg az ő
további sportpályafutását? Hát itt szerintem inkább azt lehet mondani, hogy az fogja az ő további pályafutását meghatározni, hogy az a sérült, vagy hát volt sérült érde, mennyire fogja bírni a terhelést. Amiben azt gondolom, hogy én nagy problémát úgy nem látok, hogy azért Németországban azért nagyon magas szinten van a rehabilitáció, és az orvostudománynak ez a része is. Tehát szerintem ez rendben lesz. Hát aztán nyilván itt most jön a szakmai része, hogy mennyire számítanak rá, mennyire tudja, ha számítanak rá, mennyire tudja magát visszaverekedni a kezdőbe, mert azért most láthatóan jól megy a Lipcsének. Meg vannak maximális elegedve az első számú kapusukkal. Igen, amennyire követem őket, igen, meg vannak vele elégedve, de hát nyilván tudjuk, hogy mindig történhet valami, és itt most nem feltétlenül csak sérülésre gondolok. Tehát itt szerintem ez a következő egy-két hónap sorsdöntő lesz, úgymond, hogy egyrészt ugye, hogy mit bír a térde, tehát most... Jó, de ez meg akkor derül, hogyha meccsem. Hát igazából az, hogy a térde mennyire bírja, az már szerintem is. Már kiderült, tehát azon már szerintem túl vannak. Itt nyilván más azért egy picit a meccsterhelés, mondjuk ha még kapus szempontból nem is annyira, de hát itt inkább igen ez lesz, hogy mennyire számítanak ott rá éppen kapusként. Harcolnál, kispadon ülve, de harcolnál, hogy visszaverekedjen maga, vagy inkább szólnék a menedzsernek, hogy akkor nézzél szét más csapatoknál? Én harmadik számúként is harcolnék. Tehát nem szólnál a menedzsernek, hogy keressél másik csapatot nekem? Egy idő után valószínű, de megadnám magunknak az esélyt, hogy mit tudok tenni ez ügyben. Aztán nyilván miután ha most akárhány éves is az ember játszani, védeni szeretne, ha úgy látja az ember, és nyilván magában érzi, hogy én megtettem mindent, ami a csövön kifér, de a másik fiatalabb, jobban tolják, jobb a marketingje, akkor nyilván van az idő, amikor azt mondja az ember, hogy ha van menedzser, akkor a menedzserének, hogy figyelj, akkor most nézzünk egy olyan csapatot, ahol tudok védeni. Az én véleményem, vagy ha én lennék, akkor talán még azt is, hogy az se baj, hogyha ez most egy visszalépés. Tehát csak hadd védjek valahol. Mert nagyon nagy valószínűsége annak, hogyha marad is a Dibusz már csak a szezon végéig, mert ugye köztudott, hogy már 2024-ben jön egy újabb kapus, aki már ugye először szerződést kötöttek. Gulácsi, nem a Dibusz. Csak Gulácsi, igen, előszerződést kötöttek. Tehát nem sok jót jósol neki a jövő. Hát szerintem, tehát ha most én lennék ő, ami nem vagyok, vagy nem leszek soha, akkor én ezt az időt biztos, hogy kivárnám, amíg ez a fiatal, mert ezt már azért azt hiszem tavaly is lehetett hallani, hogy ilyen előszerződésszerű kötöttek ezzel a fiatal sráccal. Tehát valószínűleg ezt még megvárnám, sőt, én biztos vagyok benne, és addig úgymond kard ki kard, aztán lássuk. Dibusz azért is ugrott be, mert ugye Dibusz szélet most a válogatottnál is első számú lesz. De most egy darabig akkor ő marad. Hát most nagyon úgy néz ki. Ugye hát a Gulácsi nem tud védeni. Még mindig jó formában van, tehát most már évek óta. Eddig is ugye, amikor a Gula nem volt, akkor ő helyettesítette. Tehát szerintem ez a része így most megvan oldva. Tényleg a tartalékkapusaink válogatottnál? Hát most a Szappanos volt, meg a Demi. Ő szerintem abszolút rendben vannak. Most így, hogy sikerült Paksra igazolni a Szapinak, így azért játékba is lendül. Tehát azzal a részével nincs gond. Ráadásul számomra egy szimpatikus csapathoz ment, ami focizni szeretne. Hát a Demién pedig, ugye ő a fiatal, a jövő. Ő most az MTK-ba igazolt, pont Zalaegerszegről, és hát meglátjuk, hogy hát neki még van ideje. Miért jött el Zalaegerszegről? Na, ez most jó kérdés. Szerintem... Mert lehet, hogy azért ment a Senko? Szerintem a Demién Patrik hamarabb jött el, mint hogy a Senko oda ment. Én szerintem, hát most vagy úgy érezte, hogy váltania kell, mert már évek óta ott volt Zalaegerszegen, talán, és
ez a része akkor be is jött a válogatott miatt, hogy innen könnyebben. Még mindig így van egyébként, hogy könnyebb pesti csapattól? Szerintem nem. Már nem, ugye? Már csak azért sem, mert ugye hát ezt tudjuk, látjuk, meg aki kicsit benne van a fociban, hogy Marco Rossi nem így válogat, hogy Budapest vidék, hanem ő az adott posztra mindig általa legjobbnak vélt játékost hívja be. Bátran nyúl a fiatalokhoz is, úgyhogy ebbe a sormintába pont beleillik. Hát jó. Akkor hát, minden rendben van akkor. Hát ezen akkor a Gulácsi, elnézést kérek tőle, olyan nagyon nem hiányzik akkor a magyar válogatottból. Hát ha most leszűkítjük a szakmára, akkor mondhatjuk azt kis túlzással, hogy most annyira nem. Nyilván mondjuk ezt most azért, mert a Dénes jól véd. Uh-huh. Nyilván tudjuk, hogy milyen a magyar szurkoló, hogyha ha nem menne neki olyan jól, akkor rögtön mindenki azonnal gulácsizna. Uh-huh. De azt gondolom, hogy a személyisége az viszont nagyon hiányzik. Én nem vagyok a válogatott közelébe, de azért sokat beszélgetek olyan emberekkel, akik igen, sőt, akik nagyon közel vannak hozzá, és a személyisége az igen. Ugyanúgy, ahogy a Szalai Ádámé is, tehát az azért sokat nyom alatba, és nem véletlen, hogy most is ugye ott volt velük. Hát igen. Megy a bajnokság, akkor úgy néz ki, hogy a Fradi megnyeri megint, ugye? Ez úgy néz ki? Vagy? Hát én csak kérdezem én tőled. Én nem látom a tabella elején őket. Én csak kérdezem. Hát nekik elmaradott meccsük van. Hát azt nem. És most ugye szerdán most pótlások lesznek, tehát lesz két NB1-es forduló. Uh-huh. Ugye a Ferencváros játszik otthon a Kecskeméttel, míg a Paksra látogat a Debrecen. Tehát most a Fradi most újabb 3 pontot gyűjthet be. Gyűjthet. Hogy be is fog, az nem biztos. És azért most én nem, bár most ugye ez megint kettős, mert pont ugye, hogy most új edzőt kaptak, ki tudja, hogy mi fog ebből kijönni. Hát meglátjuk. De én most nem látom annyira erősnek őket, mint az előző években. Igen, mert a Kisvárda is eléggé megdolgoztatta Divuszt. Nem láttam a mérkőzést, úgyhogy erről nyilatkozni nem tudok. Azt láttam, hogy 1-0 lett. Hát az így, ha csak az eredményt nézem, az nem azt mutatja, hogy egy, nevezzük most egy kicsit döcögő Kisvárdát legyőznek 1-0-ra otthon, hogy az olyan kirobbanó formáról tenne tanúbizonyságot, de hát ehhez meg hozzá kell akkor azt is adni, hogy Kisvárdán is új edző lett. Igen, Mátyus. Tehát ott is átalakulóban a csapat, és lehet, hogy ott meg egy feltámadást fogunk látni. De hát a Kecskemét kétszer nem kaphat ki, ugye? Szerintem nem is fog egyébként. Ülőt nem kap ki? Szerintem nem. Na, érdekes mese lesz szerdán, ugye? Hát a Paks Debrecen, hát Paksi győzelem. Hát ez elvileg igen, de szerintem az egy jó meccsnek ígérkezik, egy ilyen mindent bele. Mind a két csapat támadó szellemű, jó formában is vannak. Mindenesetre az Újpest szerencsés, mert ugye ehhez a Debrecenhez megy majd hétvégén, amelyik ugye szerdán Pakson játszik. Ez miért szerencse? Nem szerencse? Szerintem nem. Nincs az, hogy nincs. Kifutották, kijátszották magukat, és akkor hétvégén már nem tudnak úgy. Nincs. Ennek tehát erre nem lehet hivatkozni. Ez biztos, hogy nem. Jó, csak ezt akartam hallani. Biztos, tehát erre nem hivatkozom a Debrecen, hogyha megveri őket az Újpest. Mert ugye ilyenkor el szokott lenni, hogy ő pihent, én még nem pihentünk. Nem, ebben a mai profi futballvilágban ez... Tehát ez, erre ne hivatkozom senki. Hogy 3 naponként kell, vagy lehet meccset játszani, ez csak jó. Na olyan minden csapatnak gyakorlatilag elég bő kerete van, gyakorlatilag posztonként minimum 2 játékossal, de rotálni is lehet őket. Nem, tehát ez már nem lehet kifogás. Uh-huh. Ez már nagyon régebben sem volt. Ez nem? Nagyon régen volt kifogás. Igen, de hát az már hol van, ugye? Hát azt már nem is látjuk. Egykori csapatodat, a Vasast, mennyire követed még nyomon? Hát nagyon, nagyon óvatosan, hogy így fogalmazzak, mert nagyon sok minden megváltozott, és akkor szerintem ilyen nagyon diplomatikus voltam.
Nyilván az eredményeket meg szoktam nézni. Néha, hogyha ha olyan ellenfele van, aki egy kicsit mondjuk jobban érdekel, akkor belenézek, vagy esetleg összefoglalót megnézem, de szorosan nem követem. Most már gyűjtögeti a pontokat, szépen lépd el fölfelé hát a tabellán. Jó, hát mi messze van persze. Ezt akartam mondani, hogy még nagyon messze a vége. De hát most edzőt buktattak. Ja, hát igen, most így akkor értem. Most itt ember elgondoltam, hogy lemaradtam valamiről. Hát nem, igazából nem, szerintem nem ők buktattak edzőt, nyilván ezt ilyenkor így szokták mondani, hanem ők tették fel a pontot az íre. Hát szerencsétlen sorozatban volt a Gyirmót, amennyire ugye láttam, mert ugyan nem nyertek, de nem is kaptak ki, hanem rengeteg döntetlenjük volt. És hát nyilván elérkezett az a pont, hogy ez már nem fér bele. Azért milyen szerencsés a Vasas, mert most ugye szerdán, MB2-ben szerdán teljes forduló lesz, otthon játszik megint, és a már eleve halálra ítélt BVSC-t fogadja. Nincsen nekük halálra ítélve. Mert ugye amikor elkezd mindenki mondta, hogy most 4 csapat esik ki, ugye az MB2-ből, és ebbe a BVSC azt mondják, hogy tudja, hogy benne lesz. Hát én nem mondanám egyik csapatot se tutinak, mert még ha úgy is alakul, egy csapat sorsa télen azért még lehet csavarni egyet rajta. Hát most nem tudom. Már ahol lehet csavarni. Hát már ahol lehet. Hát most a BVSC-nél pont lehet csavarni, mert ugye, hogy beszállt egy szponzor. Hát most szerintem ugye a látottak szerint jó munkát végeznek Flóri volt segítői, de hallani pár edzőjelöltet, meg hallani pár olyat is, aki visszamondta. Nem tudom, hogy mi lesz ott az edzősor, szerintem biztos, hogy fognak találni valakit a vezető edzőposztra. De most szerdán marad-a? Hát szerintem szerdáig biztos, hogy marad a jelenlegi. Aztán hát meglátjuk, hogy ki lesz, az hogy tudja átformálni a csapatot. Egyelőre még semmi nincs veszve náluk se. Tehát azt mondod, hogy... De hát nekik is kellene 3 pont. Tehát nekik is az 1 pont, most a Gyirmótra utalva, azért az nem sok. Azon nagyon nem tudnak előrelépni az 1 ponttal. Hogyha most nem kapnak el Fáy utcában, az úgy jól hangzik, hogy nem kaptunk ide 1 pont. Idegenben jó az X. Jó? Majd otthon behúzzák. Igen? Igen. Szeretett városodat jól megizzasztották most hétvégén. Ugye Kazincz-Barcik a BVSC 2-2, és végig a BVSC vezetett, tehát 1-0 vezetett, aztán utána megint 2-1-re vezetett. Igen, büntető is volt, meg igen. Hát, Csábi Oska megizzadt. Látod, hogy minden lehetséges. Lehet, hogy most elindult egy felfelé ívelő folyamat. De az a Vasasnak viszont nem jó akkor. Hát akkor az a Vasasnak nem jó. Kemény lesz, ugye? Hát biztos, hogy kemény meccs lesz, ráadásul ugye erre szokták azt mondani, hogy szomszédvárak rangadója. Nem tudom így a történelemben, ha visszanéznénk, hogy egy Vasas BVSC-nek milyen pikantériája van, de hát majd meglátjuk. Ha már Urbán Flóri szóba került, azért jegyezzük meg, hogy hová is ment? Csorna. MB3, így van. Tök utolsó csapathoz hívták, hogy mentse meg a csapatot a kieséstől. Ez egy szép feladat. Tehát első meccsen x-eltek, tehát már nem kaptak ki. Első lépés megvan. Így van. De kemény fába vágta megint a fejszét. Hát ez, mondhatnánk azt, hogy ez olyan Flór is, de én drukkolok neki nagyon. Szerintem ő fog tudni, bár nem ismerem a Csorna játékos keretét, de fog tudni egy olyan fajta változást hozni akár a fociban, a pályán, akár mentalitásban, ami MB3-as szinten azért sokat lendíthet egy csapat szekerén, és hát hosszú még a végéig. Így van. Tehát van még bőven ideje. Igazából ugye most ott egy célt fogalmaztak meg, hogy ne essen ki a csapat, nem egy vállalhatatlan cél, szorítok neki. Szegény Flóri mindig ilyeneket kap ki. BVSC-re fel kell jutni az MB2-be. Igen, de ugye erre szokták azt mondani, hogy ez az ő döntése. Igen, én abszolút, ugye miután nagyon jól ismerem, voltunk ugye csapattársak is. Azért is hoztam szóba Flórit. És az ő mentalitása, meg az ő labdarúgó tudása, az abszolút alkalmas az ilyen feladatok megoldására.
mint hát, ahogy bizonyított a BVSC-nél is, ahol ugye amikor kinevezték, akkor sokan nem hogy legyintettek, hanem még durvább dolgokat is mondtak. Igen. Időnk sajnos lejárt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. És akkor ne felejtsd el, holnap kit kell felhívnod? Holnap fel kell, beszélnem kell a vezetőkkel, és az Ádámot fel kell hívnom, hogy érjen rá. Ádámot. Így van. Köszönöm szépen. Én köszönöm. További sportosat.